A zene világnapja alkalmából a református templomban tartott hangversenyt a karcagi nagykor református általános iskola. Előtte itt az iskolában beszélgettünk Földváryné és Simon Ilona igazgatóval arról, hogyan készültek a mai napra. 15 éve hagyomány iskolánkban ez a hangverseny, a hangversenynek a szervezése a zeneiskola pedagógusaival közösen. Nagyon sok gyerek jár zeneiskolában, él ezzel a felkínált lehetőséggel, mi ennek nagyon örülünk, támogatjuk a zenei fejlődést, mert én úgy gondolom, hogy tényleg a zene az hat a lélekre, a személyiséget több irányból fejleszti, és nagyon örülünk, hogy iskolánkban ilyen sok tehetséges gyerek jár a zeneiskolába, és a zene világnapján mindig fellépnek és bemutatkoznak. Most 23 diákunk fog fellépni, elsőtől 8-ig. Ők adják a kis hangversenyt, és nagyon várjuk már, hogy mi is ott a templomban beüljünk a szülőkkel együtt, a felkészítő nevelőkkel, osztálytársakkal, és a zene hallatán egy picit megpihenjünk, és feltöltődjünk, és csodálkozzunk, és nézzük a kis tanítványokat. A hangversenyen 23 diák lép fel elsőtől 8-ig felkészítőikkel, társaiknak, a zenekedvelőknek és szüleiknek.